Tóth Tamás van itt velünk. Én magamban úgy apostrofáltam őt, hogy angyal szakértő. Léteznek angyalok? Angyalok azok igenis léteznek, holott sokan szeretik a mesékbe száműzni ezeket a lényeket, de azt tapasztaltam, hogy nagyon is valóságosak. És az is a célom, hogy minél több emberre meg tudjam ismertetni azt, hogy ők valóban léteznek. És angyalszakértők is léteznek? Ezt nem mondanám, hogy angyalszakértő vagyok, de kapcsolatban állok velük már több mint 10 éve, és szakértőnek azért nem nevezném magamat, inkább csak ismerem őket. Mi a mezei foglalkozásod? Hát az a helyzet, hogy most már csak ezzel foglalkozom. Reiki arról szerint, hogy ezt is angyal kommunikáció, ezen belül inkább az energetikai gyógyítást élem meg mindennapjaimban. Tamás, 10 évvel, tehát majdnem egy évtizeddel találkoztál először angyalokkal. Hogyan történt ez? Hát ez volt a tudatos találkozásom. Az igazság az, hogy a gyerekek azok látják az angyalokat, látják az aurát 4-5 éves korokig, csak ezt nagyon szépen elfelejtik. Gondoskodik róla a család, a környezet, hogy minél inkább a materiális világ felé legyenek fordítva. Én is így jártam. Aztán találkoztam egy könyvvel, amiben voltak olyan dolgok, hogy testhajlás, auralátást, véres műtét, egyéb ilyen érdekes dolgok, és kerestem az utat, hogy hogyan tudnék ilyen erőkkel kapcsolatba kerülni. A sors úgy hozta, hogy megismerkedtem egy emberrel, egy nagyon tárgyon, aki az egykori mesterem volt, és ő avatott be ebbe a világba, hogy megismertette velem a reikit, az angyalokat, és rájöttem arra, hogy úristen, ez tényleg ez a valóság, és akkor ez azt jelenti, hogy ezt akarnunk kell? Tehát belőlünk fakad az, hogy léteznek-e angyalok, és nem önmagában létezik az angyal? Az angyalok folyamatosan léteznek, folyamatosan hatással akarnak lenni, nem csak a szándék kell az, hogy mi is akarjunk velük találkozni, és erre biztosítjuk mi a lehetőséget adott esetben tanfolyamok keretein belül. És te személyesen otthon, amikor angyallal szeretnél találkozni, mit teszel? Milyen napszak jó, vagy milyen meditatív állapot kell hozzá? Többféle lehetőség van arra, hogy angyallal kommunikáljunk. Van meditatív állapotban történő, általában a legtisztább képeket így szoktuk tőlük megkapni. Ritkán ők kommunikálnak beszéd útján. Többnyire érzések és képek formájában adják meg nekünk a választ, vagy egyszerűen belevisznek egy olyan élethelyzetbe, amire rájövünk, hogy ez az út, itt kell nekünk tovább menni. És létezik olyan, amikor gyakorlatban hívom őket, mondjuk gyógyításnak kérem a segítségeket, hogy vezessenek. Ez a valami, amit most angyalnak nevezünk, ez biztos, hogy angyal? Igen. Tehát nem hívhatjuk másnak, nem hívhatjuk hitnek, nem nevezhetjük másnak, vagy... Az angyalok azok isteni, intelligens, önálló tudattal rendelkező energialények gyakorlatilag. Az, hogy kinek milyen angyalkép van a fejében, az teljesen mindegy, hogy minek nevezed őket. Teljesen mindegy, hogy kicsinek képzeld őket, vagy hatalmasnak, vagy ahogyan mondjuk festményeken látod. Igazából ez nem számít. Gender kis pufóknak erre gondoltál? Az a gender kis pufók, igen. Én valahogy mai napig így szeretem elképzelni. Tehát az angyalok előtte nem éltek a Földön. Az angyalok azért lettek direkt teremtve annak idején, hogy minket segítsenek. Minket a lelki fejlődésünk útján gyakorlatilag támogassák az életeink során. Igaz, hogy mindenkinek jut legalább egy őrangyal? Igen, a születéstől a halálig mindig velünk van. Ő áll hozzánk a legközelebb, mindig próbál nekünk segíteni, és segít is. Általában akkor, csak akkor segít, hogyha mi is akarjuk, és hiszünk benne, vagy nem. Akkor is segít, ha mi nem látjuk. Valahogy akkor is, amikor nem látjuk, amikor valami nagyon nagy butaságot csinálnánk, akkor beleavatkozik, de jobb, hogyha kérjük őket. Onnantól kezdve az egész életünk egy teljesen más irányt határoz meg. Akik voltak nálam tanfolyamon, és higgyétek el, nem volt ez olyan kevés ember, most már körülbelül 1500 lassan az évek során, és körülbelül 2-3 éve van meg az a jogosultságom, hogy taníthassam ezt, azok mindarról számolnak, hogy az egész életük kicserélődött. Képzeljétek el, hogy egyszer még fiatalkoromban kicsit felelőtlenül elkezdtem stoppolni, nagyon szerettem volna hazajutni, és egy rossz autóba sikerült szállnom, amikor egy rossz szándékú emberrel, egy nagy testű férfival találkoztam, aki megállt egy elhagyatott részen, és én persze kiugrottam hősnőként az autóból, és futottam, ahogy bírtam a kis csomagommal együtt, mielőtt bármi rossz történhetne, és nem hiszitek el, hogy ezen az egészen elhagyatott réten megállt egyszer mellettem egy autó, és egyházi zene szólt belőle, papot soha nem láttam még sofőrként, és azt mondta, hogy mi baj lehet velem, hogy segítsen. Tehát én akkor éreztem, hogy őrangyal talán mégiscsak adatot mellém, úgyhogy azóta hiszek benne. Itt ilyen véletlenek nincsenek. Ugye? Tehát nekem ez egy nagyon szép történet még 15 éves koromból, és egészen Gyuláig hazavitt a szüleimhez, mint biztonságban nem tudott, addig elkísért, képzeljétek el. Azóta sem láttam így az országutakon csak úgy arra tévedni, furcsa helyekre papokat. Na, annyit mondj meg még nekem, hogy van
nemük az angyalok nappanás szerinted? Nincs. Nem telenek? Ha látni akarod, akkor olyan, mint a napban nézni. Fénylények, energiák, amik sugároznak ki, és természetesen bármilyen alakot fel tudnak venni. Mindig olyat, ahogyan te el tudsz képzelni egy angyalt, ami a te világodban, ahogyan ő kinéz. És milyen módszerekkel erősíthetjük a gyerekünkben, mert ugye azt mondtad, hogy a gyerekeinkben ez eredendően megvan. Hogy erősíthetjük bennük, hogy megtartsák ezt az angyalképet? Többek között úgy, hogy a gyerekek próbálnak sokszor a szülők felé fordulni, hogy ezt látta, azt látta, de általában azt mondja, hogy jó van, fiam, menj tovább, nézd a mesét, és nyitni kell a gyerek felé. Ő sajnos mondjuk, hogy sokkal többet lát, mint mi, sokkal többet tud és érez. Például egy kisgyerek lerajzolja apukát az óvodába piros fejjel, és akkor azt mondják, hogy a gyereknek van baj, van, pedig a gyerek az látja mondjuk aput, amikor ideges, és akkor vörös színű az aurája. Szóval inkább nekünk kell nyitni a gyerek felé, és megnézni, látsz valamit, érzel valamit, stb. Tamás, most itt a stúdióban vannak körülöttünk angyalok? Természetesen vannak, mindig vannak, olyan nincs, hogy nincsenek. Te látod is őket most? Inkább csak érzik el. Melyikünk körül van? Mindenkinél. Az operatőrök körül is? Hát, még körülöttük is van. Mondd el, miből érzed ezt? Van valami biológiai lettapintható? Van egy energiakisugárzásuk, de azért egy picit több idő kell az, hogy ráhangolódjak, kell egy kis belső nyugalom. Szóval nem az, hogy akkor végigmegyek az utcán, és hirtelen mindenkinek érzem az angyalát. Zajban látja az ember, vagy ehhez meditációs gyakorlás kérdése, igen? Tehát, hogyha gyakorlod, akkor bármikor az élet bármelyik pillanatában előhívhatod őket. Igen. Ez olyan, mint a más képesség, például aurát látni, nem tudom mennyit hallottatok erről. Egyesek azt mondják, hogy évek kitartó munkája megtanulni. Ha gondoljátok, szünetben 2 perc alatt megtanítom nektek, hogy ez hogy néz ki. Jó, nagyon szépen köszönjük azért. Záró mondatként, hogy mondjam el, hogy a lányok angyalok. Igen, és soha ne feledje egy férfi sem. Köszönjük, hogy itt volt velünk, Tamás. Köszönöm. Köszönjük szépen.